Nyír Gyula önkormányzata 2016-ban a Területi és Településfejlesztési Operatív Programban pályázott szociális szolgáltatási központ építésére. Az alapszolgáltatás már hosszú ideje működik a településen, jelenleg is 10 ember dolgozik az idősek és rászorulók étkeztetésén és házi segítségnyújtásán. A szociális ágazatban tevékenykedők számára a korábbi években külön épületegység nem állt rendelkezésre, a jövőben azonban már korszerű feltételek között dolgozhatnak. A szolgáltatás egy régi épületben működött, mondhatom azt, hogy a mai napig, ahol azt gondolom, hogy nem voltak adottak azok a feltételek, ami az ügyfeleknek, illetve az ott dolgozóknak megfelelő körülményeket biztosítottak volna. Ez ettől az időponttól kezdődően már azért megváltozik. Az ügyfelek számára én azt gondolom, hogy egy új épületben megfelelő körülmények között dolgozni, ügyet intézni teljesen más, mint sem egy olyan helyre bemenni, ahol sok kivetnivalót talál az ember. Az átadó ünnepségen a szociális ügyekért felelős államtitkár arról beszélt, a kormány az elmúlt években kiemelt területként kezelte a felzárkóztatás és a szociálisan rászorulókért tett szolgálat erősítését. Fülöp Attila úgy fogalmazott, az ágazatban korábban tapasztalható volt a vidék és még inkább a keleti régió infrastruktúrális lemaradása, a fennálló különbségek azonban egyre kevésbé érzékelhetőek. Jövő évtől ezek a folyamatok tovább erősödhetnek, tette hozzá az államtitkár. Mind a szociális területen, mind a gyermekvédelem területén magasabb normatíva, azaz magasabb támogatás jut az intézmény fenntartóknak, mint jutott 2020-ban. És ez igaz valamennyi területre, az alapellátásra és a szakellátásra is, azaz az a hasonló szolgáltatást nyújtó központoknak is, illetve azoknak az intézményeknek, ahol bentlakással oldják meg valakinek a segítségét, bentlakásos intézmények független attól, hogy ott idősök, fogyatékosok, pszichiátriai betegek vagy szenvedélybetegek élnek. A térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, a választókerületben jelenleg 3 településen újítanak fel szociális központot. Az elmúlt 4 évben a Terület és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően több mint 400 millió forintot fordíthattak infrastruktúrális beruházásokra. A megnyert pályázatoknak köszönhetően a szociális szféra egyre több szakképzett ember tud alkalmazni a térségben. A TOP programban 6 fejlesztés valósult meg, ebből 3 szociális központ kialakítása történik meg, Bökönyben, Nyírbogáton és itt Nyírgyulajon. De szeretném elmondani azt, hogy ez nem egy egyedi fejlesztés, mert hogy az előző parlamenti ciklusban a kistérség jóvoltából 7 szociális központot adtunk át, például Penészleken, Piricsén, Nyírvasváriban, úgyhogy kezdjük elérni azt, hogy minden település megfelelő szociális infrastruktúrával rendelkezik. Nyír Gyulai az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. A szennyvízhálózat kiépítése mellett teljes egészében megújult a helyi általános iskola, a közeljövőben pedig kerékpárút építése kezdődhet meg Nyírbátor irányába.